Total Car Evermore a következő autója, ez a Ford Mustang 5.0. Hangsúlyozni szeretném az 5.0-as változat, nem a 2.3-as EcoBoost. Ez az autó 2015-ben került a piacra, pont az 50-es évfordulójára az eredeti 1965-ben megjelent Mustangnak, és a Ford nagyon koncentrált arra, hogy egy olyan nagy löketérfogatú V8-as motort csináljon, ami itt az európai piacon is megállja a helyét. Ezért aztán megkapta az összes olyan trükköt, amit bele szoktak tenni a kicsi motorokba, hogy legyen kis fordulatú nyomaték, tehát változó szelepvezérlésű, ráadásul hengerenként 4 szelepes, szívó és kipufogó oldalon egyaránt változó szelepvezérlése van, és minden tekintetben egy nagyon korszerű motornak nevezhető ez a Coyote Fantázia nevű, tehát Préri Farkas Fantázia nevű Ford gyártmányú motor. Nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy tudja ez a korszerű motor a 421 lóerőt itt a padon. Kíváncsiak vagyunk a hangjára, nézzétek meg ti is! Igazi gyerekkori álom, mindenképpen nagy V8-as szerettem volna, és volt lehetőségem kijutni Amerikába pár évvel ezelőtt üzleti úton, és akkor igazából eldőlt, hogy M3-as BMW vagy Ford Mustang legyen. Nagyon megragadott ez az ottani nagy autó, minden nehéz, hangos, tehát igazi életérzés. És beváltotta a reményeket? Abszolút, tehát a teljesítménye az elfogadható, ugye 400 lóerő fölött van elvileg, de hát ezt majd most meg fogjuk látni. Abszolút hobbi autó, tehát csak hétvégén veszem elő, és csak nyáron vagy tavasszal, télen pihen a garázsban, tehát szeretném megóvni a névi, mondjuk 5000 kilométert fogok vele menni. Mit vársz a teljesítményétől? Olvastam sok fórumon, hogy nem tudják azért a gyárit, én olyan 380 és 400 közé satszolom. Amire nagyon kíváncsi leszek, hogy ilyen 3800-4000 környékén válthat a szelepvezérlés, mert ott nagyon megjön az ereje, megváltozik a hang, és igazán kilő az autó. Amire én kíváncsi leszek, hogy hogyan alakul a nyomatékgörbe, mert ezek a nagy löketérfogatú szívómotorok mindig másak, mint a turbó. A turbót is meg lehet csinálni nagyon erősre, de annak a karaktere soha nem lesz olyan, mint egy nagy szívó. És én azt gondolom, hogy ezt látni is fogjuk a görbén, úgyhogy most megnézzük. Meg volt a Mustang mérése, nem csalódtunk. Ami mindig szokott lenni ezeknél a nagyköpcentis motoroknál, hogy szinte befűti az egész teret. Ezt a videóban nem látjátok, de elmondom, ez tényleg így van, mert ugye le kell adni a hőt. Egyébként pedig nagyon jól látszik a görbéken, amiről korábban is beszéltünk, hogy egy nagy löketérfogatú szívómotor mindig teljesen más, mint a turbó. Itt nem kell megvárni, hogy megjöjjön a turbónyomás. 2000-es fordulaton már 400 Nm nyomaték rendelkezésre áll. Ez gyakorlatban azt jelenti, hogy még ezeket a széles abroncsokat is alig 2000 fölött már simán megfüstölteti az úton. Egyébként pedig egy nagyon szép szívógörbe emelkedik, és amiről a tulajdonos beszélt, hogy 4000-nél, mintha valami történne a motorral, valószínűleg a vezérlés is vált, de meredeksége megnő a görbének, illetve ott lesz csúcsa a nyomaték görbének is. Most teljesen mindegy, hogy itt 3000-es fordulaton beszélünk 450 Nm-ről, vagy itt 4000-nél 510 Nm-ről, brutál nyomatéka van a motornak. Várakozáson felüli, azt gondolom kicsit az amerikai cikkeket megcáfoltuk, fórumokat, mert nem szokták várni tőle a gyári teljesítményt, örülök, hogy megvan. Kérdeztem, hogy milyen benzin van benne. Te normál 95-ös, tehát csak ezt kaptam, jóta megvan, továbbra is ezt fogja. De nem tudok mit hozzáfűzni, tényleg annyira alátámasztja, amiről mindig beszéltünk, hogy a löketérfogatot semmi sem pótolja, ráadásul egy ilyen 5000-es V8-as. Köszönjük szépen, hogy elhoztad. Köszönöm a lehetőséget. A Total Car Evermore következő autója, ez a gyönyörű Youngtimer, egy 1990-es Audi Coupé Quattro, a szép hangú 5-hengeres motorral, de kíváncsiak vagyunk rá, hogy a szép hang mellett tudja a gyári teljesítményét itt a teljesítménymérőpadon. Ha ti is kíváncsiak vagytok, iratkozzatok fel a Total Car YouTube csatornájára, mert még sok érdekes autó jön.